Közéleti magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. 140 millió forintból alakítanak ki a Szekszárdi Barátság utcában multifunkciós szabadtéri közösségi teret. A nagyszabású fejlesztésre egy pályázaton nyert pénzt a város önkormányzata. A tervek már elkészültek, most az engedélyeztetési folyamat zajlik, az átadásra nyár végén kerülhet sor. A most még füves területen játszótér, szabadtéri edzőterem, fedett mosdók és pelenkázók is helyet kapnak. A terület legérdekesebb eleme pedig egy internetezésre használható, interaktív oktatófal lesz. Ilyenből egyébként még az országban csak néhány van. Ezen a területen, a Barátság utcai játszótéren és a környékén kezdődik el hamarosan a Szekszárdi önkormányzat egyik legérdekesebb idei fejlesztése. Ezzel kapcsolatban tartottak utcafórumot a Városháza munkatársai az itt élőknek. Generációs parkját fogunk majd létrehozni, mert tulajdonképpen egy olyan játszótér, konditerem kombinációját fogja majd jelenteni, ahol egészen a kisgyerekektől a nagyobb gyerekeken át az idősebb nagyszülőkig mindenki talál magának olyan lehetőséget, hogy egy kicsit kapcsolódjon, mozogjon, pihenőpadokat fogunk letenni, és tulajdonképpen azt szeretnénk, és ez a nevében is benne, hogy Generációk Parkja, hogy a család különböző generációi együtt tudjanak kikapcsolódni, és együtt tudjanak szórakozni. Lássuk, mit is jelent majd a gyakorlatban a Generációk Parkja. Ez igazából, ha úgy tekintem, egy olyan többfunkciós modern játszótér, ahol egészen a piciktől, óvodáskorúaktól, egészen az idős generációig mindenki találhat magának megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Számos látványelemmel fog gazdagodni ez a park, lesz egy óriási csúszdástorony, ami azt gondolom még a fiataloknak is egy nagyon nagy élmény lesz. Számos olyan pihenőeszköz, szabadtéri kondi eszköz, és ahogy említettük, kicsiktől egészen a nagyokig egy csomó olyan játékeszköz kerül kihelyezésre, ami azt gondolom, hogy ezt a szép zöld területet, ami ugyan jelenleg is játszótér, de csak viszonylag kis területet foglal el ebből a zöld parkból, egy újabb közösségi tér javadhatunk a városban. A több funkciós családi szabadidőpark tervei több olyan elemet is tartalmaznak, amik Szekszárdon és Tolna megyében egyedülállóak lesznek, sőt, még az országban sincs 2-3-nál több hasonló. Egy olyan fedett közösségi tér is kialakul itt, ami még Szekszárdon más játszótéren nem található. WC-kkel, kézmosóval, pelenkázóval és egyéb más rossz idő esetén is megfelelő, biztonságos körülményt nyújtó épületrésszel fog ez rendelkezni, ami azt gondolom, hogy akár egy szabadtéri iskolai óra, egy szakköri foglalkozásnak is helyet nyújthat, tehát komplett csoportok, óvodás iskolás csoportoknak az elhelyezése rossz idő esetén is megoldott lesz. A leglátványosabb és legizgalmasabb fejlesztés pedig egy 21. századi megoldás lesz. Van még egy olyan különlegesség, ami nem csak Szekszárdon, de szerintem még az országnak nagyon kevés helyén található meg egy játszótéren. Ennek a fedett közösségi térnek a falára egy olyan e-wall nevű elektronikus panel kerül kihelyezésre, amely lehetőséget ad arra, hogy különböző logikai játékoknak interaktív, internet alapú applikációk segítségével olyan játékokat, feladatokat generáljunk, amit én azt gondolom, hogy megint csak iskolai órán is, egy kihelyezett órán a gyerekek nagyon élveznének. Képzeljünk el egy olyan nyelvórát például, ahova kijön a nyelvtanár, és egy tablettel feltölt ide egy kérdez-felelek, vagy egy nyelvtani tesztet, vagy egy különböző játékos szituációs feladatot, és ezen az elektronikus panelen különböző nyomógombokkal, válaszadási lehetőségekkel a gyerekek ki tudják választani a helyes megoldásokat, és egy szabadon fejleszthető eszközről van szó, tehát igazából én azt gondolom, ez az informatika iránt érdeklődőknek, már pedig ugye tudjuk, hogy a gyerekek mennyire fogékonyak erre, egy nagyon érdekes fejlesztési irányt is mutathat. Én azt gondolom, hogy akár baráti társaságok is kitalálhatnak itt olyan programokat ezáltal, ami végre kicsit kimozdítja a négy fal közül a gyerekeket és a fiatal generációt, és ugyan modern technikával, de a jó levegőn, a szabadba is tudják a kedvelt internetes vagy digitális technikát igénylő játékaikat játszani. A különleges élménypark tervei már elkészültek, most az engedélyeztetési folyamat zajlik, az átadásra nyár végén kerülhet sor.
Bírósági ülnököket választottak a szekszárdi törvényszékre, a szekszárdi járásbíróságra és a Tolna megyei munkaügyi és közigazgatási bíróságra. Ők 4 éven keresztül segítik majd a bírók munkáját. A kiválasztásuk nagyon szigorú feltételek mentén történt, nem véletlenül, ugyanis mások mellett a fiatalkorú vádlottak ellen indult legsúlyosabb büntető ügyekben lesz szerepük. Tizenheten tették le ülnöki esküjüket a szekszárdi törvényszéken. Volt közülük, aki azt mondta, azért vállalta az önkéntes szolgálatot, mert az itt végzett munka közel áll a szakmájához, és érdekelte az új kihívás. Kapcsolódik a munkámhoz, könyveléssel foglalkozok, munkaügyekkel is, és ez jó iránymutatást adhat nekem, hogyha a munkaügyi problémával foglalkozok a munkám során is, és érdekel az ülnöki tevékenység. Az esküdtett bírósági ülnökök mostantól 4 éven keresztül a szekszárdi törvényszéken és a Tolna megyei munkaügyi és közigazgatási bírákon dolgozó bírók munkáját segítik. A törvényszékre kerülő ügyek közül a legsúlyosabbaknál számítanak rájuk a bírók. Olyan fiatalkorú ügyekben, fiatalkorukkal szemben indított büntetőügyekben kell az ülnököknek segíteni az ítélkezésben, amelynél a törvény 8 évi, vagy pedig annál magasabb időtartamú szabadságvesztésre rendeli büntetni, tehát mondjuk a rablás súlyosabban minősülő eseteit, nagy Isten emberölés előkészülete. Tehát az ilyen igen jelentős és társadalomra veszélyes cselekmények vonatkozásában tartunk igényt, és írja elő a jogszabály az ülnökök közreműködését is. Az ilyen fiatalkorúak ellen indult perekben csak olyan szakemberek lehetnek ülnökök, akik pszichológusok, pedagógusok vagy dolgoztak már gyermekvédelmi területen. Pedagógus, pszichológus, vagy pedig ilyen családsegítő végzettséggel kell rendelkezzenek, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, tehát igen kiemelkedő szaktekintélyek a mostani ülnökök, akik tudnak segítkezni a fiatalkorúakkal szemben indult büntető eljárásokban. Az ülnököket a jogszabályok szerint a területileg illetékes önkormányzatok delegálják. A szekszárdi törvényszékre ezért a Tolna megyei önkormányzat választotta ki a legalkalmasabb jelölteket. Örömteli látni azt, hogy mennyi önként vállaló van Magyarországon és itt a megyében is. Az ő munkájuk nélkül nem működne a rendszer. Jó a civil kontroll, jó az emberek szeme rajta van az ügyeken, így azonnal bármi, amely demokráciát sértheti, a törvényességet sértheti, vagy esetleg a jogállamiság határait feszegeti, azt azonnal tudják jelezni a szakembereknek. Kedden újra ülnökök esküdtek fel a szekszárdi törvényszéken. Toláciné Varga Zsuzsannától egyáltalán nem áll távol a jogi környezet és a fiatalkorúak védelme. A szekszárdi humánszolgáltató vezetőjeként naponta találkozik olyan ügyekkel, amik gyakran sajnos a bíróságokig is eljutnak. Van egyfajta olyan felelőssége, hogy a közösségért, a társadalomért is mindenféleképpen vállal valamit, és azt gondolom, hogy én most pont abban a korban, vagy abban a periódusban vagyok, hogy mindenféleképpen tudok ilyet vállalni, és hát bocsánat, nem akarok szerénytelennek tűnni, de nyilván az embernek van valamennyi szakmai tapasztalata, amivel kapcsolatosan azt gondolom, hogy talán azt is tudom hasznosítani, és mindenféleképpen egy közösség javára fordítani azt. Úgyhogy igazándiból engem ez motivált ebben, hogy ez is egy kihívás, és hát én még így úgy vagyok vele, hogy nagyon sok mindent szeretnék csinálni itt a szakmai életemben. A szekszárdi önkormányzat most második alkalommal delegált bírósági ülnököket. A város polgármestere szerint ez az önként vállalt feladat különösen fontos a társadalom egészének szempontjából. Az ülnökök valahol a város közösségét képviselik, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen embereket delegál az önkormányzat például a bírósági ülnöknek, de ami ennél talán fontosabb, hogy olyan szakembereket sikerült összeválogatnunk, olyan szakmákat sikerült összeválogatnunk, és ezen szakemberek a saját szakmáikban elismertek, amely jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a bíróság gördülékenyebben és szakmailag sokkal jobban megalapozottan tudja végezni a munkát, hiszen a jogi oldalról azt gondolom, hogy teljesen tisztában vannak mindennel. Mi azt tudjuk ehhez hozzátenni az ülnökökön keresztül, hogy tulajdonképpen akár szociológus, pszichológus vagy éppen tanárvégzettséggel bíró embereket delegáltunk, hogy tudnak egy kicsit hozzátenni még ahhoz a
az ítélkezési gyakorlathoz, amelyet a bíróság folytat természetesen. Nagy a felelősség, én azt gondolom, hiszen ezzel a döntéssel, amelyet egyhangul okozott meg a város közgyűlése, áttestáltuk ezt a felelősséget rájuk. Innentől kezdve nekik kell ezzel élni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 4 évben már működött ez az ülnöki rendszer természetesen. Soha semmilyen fennakadás nem volt. Az a fajta küldetés, amelyet ők betöltöttek és beszerettek volna tölteni, hogy segítsék a bíróság munkáját, az teljesül. A most megválasztott bírósági ülnökök 4 éven keresztül látják el a feladatukat. Mit érezhet az a bíróság előtt álló fiatal, aki súlyos balesetet okozott, miután alkoholt ivott? Vajon érdemes volt néhány pohár bódulatért és egy kis vagányságért? Nyilván senkinek sem akart ártani, mégis egy életre, de legalábbis hosszú évekre elkísérik majd a meggondolatlan tettek. És mit érezhet a balesetet okozó fiú barátnője a bíróságon, aki emiatt élete végéig mozgásában korlátozott lett? Ezekre a kérdésekre ad jó választ középiskolás korú fiatal felnőtteknek a szekszárdi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság per szimuláció sorozata. 2018. április 21 napján Nagy Bálint vádlott barátnőjével, Kis Dórával, valamint testvérével, Nagy Patrikkal az esti órákban szórakozni indultak Tamásiba. Buliba indult barátnőjével a 20-as évei elején járó vádlott, csak hogy mielőtt beült az autóba, megivott 2 üveg sört, erről pedig az utasainak nem szólt. Ez az alaptörténete annak a bírósági szimulált büntetőpernek, amit statisztákkal eljátszva a szekszárdi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szakemberei állítottak össze középiskolás diákoknak. Megkérdeztük a gyerekeket, nekem van egy 16 éves öcsém, és megkérdeztük őket, hogy milyen téma lenne az, ami őket leginkább érdekelni. És mivel ők jogosítvány megszerzése előtt állnak, ezért azt mondták, hogy ez az a téma, amit igazából az iskolában nagyon nem tudnak erről kérdezni, nem tudnak beszélgetni róla, nem kapnak olyan segítséget, mint amit tőlünk kapnának, és így gondoltuk tovább ezt a történetet, hogy akkor egy perszimulációban szeretnénk nekik ezt megtanítani, megmutatni. Nagyon jó volt az autóban a hangulat, beszélgettünk, nevetgéltünk, tényleg nagyon jól éreztük magunkat. Próbálunk aztán olyan témákat keresni, ami érdekelheti őket, mint amilyen ez is. Tulajdonképpen, ahogy azt a Bianca elmondta, az ő jelzésük alapján készült ez a perszimuláció is, de alapvetően azért elég aktívak tudnak lenni. A történet szerint a 3 fiatal közös estéje során még az ittas vezetés ellenére is minden jól alakul. Szinte minden. A későbbi vádlott Bálint barátnője ugyanis egy pillanatra kikapcsolja a biztonságjövét, hogy hátra tudjon fordulni a másik utashoz. Ekkor Bálint elveszíti az uralmát az autó felett, ami ezért egy fának ütközik. Bálint barátnője maradandó lábsérülést szenved. A perszimuláció kitalálói nem csak a témaválasztással próbálták kifejezetten a 18 év körüli fiatalokat megcélozni, az is az alapkoncepció része volt, hogy közvetlen, közérthető módon tudjanak szólni a diákokhoz. Elsősorban az volt ezzel a célunk, hogy olyan velük egykorú szereplők legyenek, és olyan történetet adjunk nekik elő, ami velük megtörténhet. És pont ezért szerintem tök jó dolog volt az, hogy velük egyidős gyerekeket játszottunk el, és az ő életüket adtuk elő, mert hogy ebből ők következtethetnek arra, hogy velük ez bármikor megtörténhet. Azt gondolom, hogy mindenki mindent tökéletesen csinál, csak én vagyok a hibás ezért. De hát Bálint, ha tudom, hogy iszol, akkor én nem ülök be ebbe az autóba, akkor nem engedem, hogy átmenjünk Fannyért. Hát ti kértétek, hogy menjünk át. Ha ivott is sört, semmiképpen nem kellett volna volán mögé ülnie, mivel nem csak a saját életét veszélyeztette ezzel, hanem a mellette ülőkét is. Hogy a történet minél hihetőbb legyen, a vádlott különös ám az életben gyakran előforduló módon próbál védekezni. Az ügyész kérdésére válaszolva azt mondja, valami átszaladt előtte az úton, ezért rántott el a kormányt, mielőtt a fának ütköztek. Valamilyen nagyobb testű állat lehetett, egy árnyat láttam, egy árnyékot, ami így egyszer csak így az úton... Keresztben önöket? Igen. Szerintem hamisan nyilatkozott arról, hogy egy vadat látott, mivel több bizonyíték is arra utalt, hogy ez az állítása nem volt igaz, és ezzel csak magát szerette volna menteni. A perszimuláció interaktív és oktató jellegét tovább erősíti, hogy a szervezők folyamatosan megállítják azt, és egy narrátor, egy rendőr vagy egy bírósági szakértő lép be a tárgyalóterem közepére, aki átbeszéli a diákokkal, hogy mit is láttak eddig.
Na most kiderül reggeli pár lesz. Csak nem. Próbáltuk a gyerekeket aktivitásra bírni, és néhány olyan baleset megelőzési tanáccsal, valamint olyan rendőrséggel kapcsolatos dolgokkal ellátni, amiről eddig korábban nem tudhattak. Számomra az egyik legdöbbenetesebb dolog volt az, hogy a vezetői engedélye rendelkező diákok nem tudták, hogy mi az a baleseti bejelentő lap, úgyhogy itt a perszimuláció során kellett nekik elmagyarázni annak a kitöltését, illetve azt, hogy mi is ez az okmány, amit használniuk kell bármikor, amikor balesetet okoznak, vagy balesetnek a részeseivé válnak. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogyha alkoholt fogyasztunk, semmiképpen se üljünk balán mögé, mert ilyen következményei lehetnek. Ahogy a történet a tárgyalóteremben halad előre, a diákok egyre többet látnak személyesen is azokból az elkerülhető személyes tragédiákból, amik egy-egy büntetőperig elvezetnek, és ugyanígy azt is megtapasztalhatják, mit él át a vádlott vagy a sértett egy-egy per során. Az eddigi megpróbáltatások után ez biztos nagyon felkavaró lett volna. A PERT hallgatóként végigülő Izsák Bence néhány hónapja motorral balesetezett. Számára a korábban történt hasonló személyes tapasztalatai miatt volt igazán megrázó a történet. Ez is egy olyan baleset volt, ahol pontosan nem lehetett eldönteni, hogy ki is a hibás. Én sem voltam kellően ura a helyzetnek, illetve nem mentem elég meg átgondoltsággal bele a kanyarba, illetve a szembejövő jármű is elég nagy sebessége jött, tehát mindkette hibások voltunk. A bíróság a mai napon megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő ítéletet. Fiatalkorú Nagy Bálint vádlott bűnös a büntető törvénykönyv 236. szakasz első bekezdésébe ütköző, de a második bekezdés B pontja szerint minősülő járművezetés ittas állapotban büntettében. Ezért a bíróságon vádlottat 1-3 hónap szabadságvesztésre és 3 év körüli járművezetésbe eltiltásra ítélik. Én egyetértek az ítélettel, amit kapott, miszerint felfüggesztett büntetést ítéltek neki, mivel nagyon fiatal, és a megbánást az több ponton is észre lehetett venni a viselkedésén, és ez kedvező neki, mivel szerintem ez egy elég nagy nyomot hagyott benne, és a tanulmányait is folytatni tudja. A Tamási Járásbíróság jogászainak és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak nem a mostani volt az első közös a fiataloknak szóló perszimulációs bemutatója, a visszajelzések pedig eddig kifejezetten pozitívak. Nagyon tetszett nekik ez az előadás, nagyon sok kérdésre választ kaptak, amit eddig nem tudtak. Pontosan erre számítottam, és nem is csalódtam. Nekem nagyon tetszett ez az egész, ez az első ilyen élményem, és nagyon örülök, hogy lehetőségünk volt arra, hogy belátást nyerjünk egy ilyen tárgyalásra. Közös családi napot szervezett a Református Egyház közössége és a szekszárdi fősővárosi körtagjai. Az egész napos program legfőbb gondolatisága az együttlétben és egymás gazdagításában fogalmazódott meg. Gyerekek élvezik a trambulint és a különböző kerti játékokat, miközben az idősebb korosztály a tűz és az asztalok körül tüsténkedik. A szekszárdi református közösség és a fősővárosi klub tagjai közösen szerveztek családi napot. Természetesen a programban megvolt a helye a hitéletnek is, de a legfontosabb cél az együttlét, a közös élmény volt. Az Isten eljött hozzánk közel Krisztusban, akkor ő viszont életfelület teljességével vállalt kapcsolatot. És valamit ebből próbálunk megélni akkor, amikor így együtt vagyunk, étkezésben, játékban, generációk között, fiatalabbak, idősebbek, és ez szükséges ahhoz, hogy valódi közösségi élmény alakuljon ki emberi szinten. A felnőttek is leszoktak már arról, hogy igazán közösségben legyenek. Inkább kiválogatjuk magunknak a közösségi élményt, a közösségeket is kiválogatjuk. Vele együtt vagyok, vele már nem vagyok együtt, ide befizetek, ide nem fizetek be, de az, hogy együtt töltsünk hosszabb, huzamosabb időt, és gazdagítsuk egymást azáltal, amit kaptunk, arra ritkán van igazán példa. Az asztal az a helyszín, ahol az ember leginkább találkozik a másik valóságával, mondtak a Szó Gyula. A konyha volt mindig is a családi élet központja, nem véletlenül. Ezért kell leülni és együtt lenni, együtt élvezni egymás társaságát. A szervezésben partnere lett egymásnak a református közösség és a szekszárdi fősővárosi kör.
Mi nálunk egy baráti közösség alakult ki már szinte 5 éve. Itt meg a nagy tiszteletű elmondta, hogy egy ilyen 234-5 éve épült templomnak most ő a tiszteletese, és itt a vallást tartja össze. Viccesen beszélgettünk erről, hogy jobb és könnyebb nekik az összefogás, hiszen összefogja őket a vallás. Mi nekünk meg ugye egy kicsit szerteágazó, mert szoktunk viccelni, hogy a füst fölfele száll, a víz lefelé folyik, és kicsit zsörtölődések vannak egy lakóközösségbe, de mindenképpen össze tudunk jönni, és pozitívunként fogadtuk a megkeresést nem is a tiszteletes úrtól, hanem a tiszteletes asszony, Karola asszony keresett meg, hogy egy ilyen közös napot szervezzünk. Vannak itt úgymond joker személyek, hogy akkor ugye ő református is, és fősővárosi körtag is, tehát nekünk azért fontos, mert itt esetlegesen új tagokat tudunk toborozni, rossz szó, de új tagokat barátkozunk, és együtt tudunk lenni. Azt gondolom, hogyha egy közösség kicsi, de erős, akkor ennek az ereje kihat. Úgyhogy hálás vagyok, nem elégedett, mert a református ember ritkán elégedett úgy, hogy hátradőlne és azt mondaná, hogy most már semmit nem teszek, de hálás vagyok azért a közösségért, amit kaptunk. A két közösség tagjai egyébként jelentős feladat előtt állnak. A Szekszárdi Német Színház Passió játékot szervez, melynek szereplői közé várják többek között a híveket is. Ez egy szabadtéri előadás lenne az elképzelés szerint, és a katolikus egyház már áldását adta rá, most május közepén kaptuk meg a választ, és úgy tervezzük, hogy a Kis Boldogasszony zarándoklathoz kapcsolódóan azon a hétvégén, szeptember 6-án, 7-én és 8-án szeretnénk játszani, mégpedig úgy, hogy a Jézus szerepét profi színészünk játsza, és mindenki mást pedig civilek. És kórusok bevonását tervezünk, most kezdjük el őket megkeresni, és megkerestük már a Bartina Néptánc Egyesületet, és a városnak különböző előjáróit is most fogjuk megkeresni, tehát most kezdtük el a szervezést igazából. És most itt a fősővárosi körelők már tudnak az ötletről, egy picit most tudunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen milyen is ez az elképzelés. Közösen főzünk, de másképp. Azzal, ahogyan csinálja, gazdagítja a másikat. Ez lehet ennek a családi napnak a fő gondolata. Beszéljünk, legyünk együtt, és gazdagítsuk egymást, mondta a református közösség vezetője. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!